A testület korelnöke, Farkas László vezette a hétfői közgyűlés első szakaszát, mielőtt a testület tagjai megválasztották a régi új elnököt, Sesták Oszkárt, 22 igen és 2 nem szavazattal. Ezzel így negyedik ciklusát kezdi az elnök, aki 2008-tól vezeti a testületet. Hétfőn reggel értékelték az önkormányzati választásokat is. A választópolgárok 54,8%-a szavazott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, így több mint 195 ezer voksot adtak le a térségben élők. Ez jobb az országos 48,58%-os részvételi aránynál, valamint a megyénkben élők támogatták legnagyobb arányban a Fidesz-KDNP pártszövetségét az önkormányzati választásokon. Sesták Oszkár a közgyűlés következő évi feladatairól is beszámolt. A területfejlesztésből adódó feladatainknak változatlanul eleget tudjunk tenni. Ez az ebben a 7 éves ciklusban ment Európai Uniós fejlesztési ciklusban ez a területi operatív programnak a kezelését jelentette. Azt gondolom, hogy a tervezési folyamatban változatlanul lesz olyan program, amely ennek a programnak az analógiájára épül. Tehát lesznek olyan területfejlesztési feladataink, amivel elsősorban uniós fejlesztési programokat fogunk koordinálni, erről döntést hozni, és a projektmenedzsmenten is részt venni. Erre készülünk, ezt jól megtanulták a kollégáink, a közgyűlés is. Alapvetően jól is végeztük a munkát, tehát ezt a következő 7 éves fejlesztési ciklusban is végezni fogjuk. Ugye most a tervezési folyamatnál tartunk, elkezdődött a következő 7 évnek a tervezése. A következő 5 évben nem 2, hanem 3 alelnöke lesz a testületnek. Baracsi Endre közgyűlésen belüli főállású alelnök, valamint Szabó István közgyűlésen kívüli főállású alelnök marad a következő 5 évre is. Az új társadalmi megbízatású alelnöki posztot pedig Kerekes Miklós tölti be. A 25 tagot számláló közgyűlésben 18 mandátumot szerzett a Fidesz-KDNP, 3-at a Jobbik és a Momentum pártszövetsége, 2-t az MSZP, 1 tagot delegálhat a DK, valamint szintén 1 tagot az Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felemelkedéséért egyesület. A Európai Uniós választás után, ahol a megyében egy kicsit alul szerepeltünk, ez az eredmény szerintem javuló tendenciát mutat. Én bízok benne, hogy értékelték a választók az MSZP frakció munkáját az elmúlt 5 évben is, ezért nagyobb arányba szavaztak rá, mint az uniós választáson. Továbbra is mi ketten a megyét fogjuk képviselni, ahogy eddig is, olyan témákba fogunk felszólni, és olyan témákat fogunk erőtetni, ami a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei embereknek fontos. A megélhetéshez fontos, a mindennapjaihoz, és a megyét kívánjuk a megyénbe élő embereket képviselni továbbra is, ahogy tettük eddig is. A frakció alakításához legalább 5 képviselő szükséges párton belül, így a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlésben csak a Fidesz-KDNP-nek lehet képviselőcsoportja. A többi képviselőnek is lehetősége van külön frakciót létrehozni más párt tagjával, de az általunk megkérdezett képviselők erről egyelőre nem kívántak nyilatkozni. Véleményem szerint az egyéni teljesítmény sokkal többet számít egy megyei közgyűlési mandátumban, mint egy frakció alapítás. Hanem az is beszédes, hogy a Fidesz-KDNP nem csupán ebben módosította a szervezet és működési szabályzatot, hanem megszüntette nemes egyszerűséggel a napirend előtti felszólalások lehetőségét, tehát kvázi nem jöhet be csak olyan téma a megyei közgyűlésbe, amit a Fidesz-KDNP által jóváhagyott megyei közgyűlés elnöke szignál. Erre azért volt szükség, mert nagyon sok időt elvett a közgyűlés munkájából a napirend előtti felszólalás lehetősége, így a következő ciklusban a tagoknak a napirendi pontok után a bejelentések és interpellációk ideje alatt lesz lehetőségük más témában hozzászólni a testület munkájához, tette hozzá Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke.